Na, hello, szevasztok! Mai napon belekezdünk a Far Cry 5. részébe, az 5. számozott főepizódba, amely 2018-ban jelent meg, 6 évvel ezelőtt, és azt tudni kell, mielőtt elkezdjük, én ezt a játékot már végig játszottam 5 évvel ezelőtt, 2019-ben. A DLC-kkel együtt ismerem az összes DLC-t is, tehát alaposan kiveséztem 5 éve, úgyhogy már ismerem. Viszont most a nyáron, vagy néhány héttel ezelőtt, igen, azt hiszem a nyáron elkészült hozzá a nem hivatalos, tehát rajongói magyar felirat, így úgy gondoltam, hogy hát a titeket is érdekel. Egyrészt 5 év után gondoltam, arra gondoltam, hogy ha már végigvittük a 4. részt, és ehhez is lett magyar felirat, akkor így 5 év után esetleg talán felfrissíthetném az emlékeimet erről a játékról is. Néhány év után nem árt, ha az ember egy bizonyos játékról felfrissíti az emlékeit, mert lehet, hogy más élményt fog adni. Ja, úgyhogy igazából ez az oka, hogy gondoltam, hogy erre nézzünk rá, illetve ugye volt a csatornán szavazás is, és még egyszer köszi mindenkinek, aki szavazott, és ugye a Far Cry 5 volt a második helyen, ugye a Szibíria 3 nyert, azt már felvettem, és akkor értelemszerűen akkor utána elkezdem ezt. Úgyhogy, igen, tehát ugye csináltam egyébként ebből már 2 videót is ebből a játékból, az egyiknél az Arcade, tehát ezt a játékmódot, az Arcade játékmódot mutattam meg, ami ugye egy pályakészítő modul, amit a bármilyen játékos tud csinálni saját maga, egyedi saját pályát. Ennek ez a lényege az Arcade módnak, és ott megnéztünk több pályát is. Egyébként nagyon-nagyon jó játék elemnek, feature-nek tartom ezt az Arcade-ot, és szerintem az 5. rész egyik legerősebb tulajdonsága, hanem a legerősebb. Illetve volt még egy videó, ahol megmutattam, hogy hogyan lehet több nyelvűsíteni a játékot, tehát itt ugye picit az Ubi megnehezítette a több nyelvűsítést. Ugye mutattam a 4. részben, mennyire pofon egyszerű volt, ott a játékmenüben beállítottad, hogy a játék milyen szinkront használjon, és a Uplay kliensben pedig beállítottad a játék nyelvét, hogy a felhasználói felülete és a feliratok milyen nyelven menjenek. Hát itt már sokkal-sokkal körülményesebb sajnos, itt ebből a szempontból is egy masszív visszafejlődés az 5. rész, de még nagyon-nagyon, de nagyon sok szempontból egy masszív visszafejlődés az 5. rész a 4-hez képest, ezt majd mutatni fogom a sorozat folyamán. Jó, tehát igen, volt már 2 videó, de a lényeg, hogy most a story módot néznénk meg. Még egy fontos dolog, hogy értsétek, hogy miért úgy fogom kezdeni, ahogy. Én az új játék pluszt fogom most megnyomni, ugye mivel, ahogy mondtam, 5 éve végigvittem a játékot, elérhetővé vált nekem a New Game Plus, tehát az új játék plusz mód, aminek ugye az a lényege, hogy az első végigjátszás során megszerzett képességeket mind-mind megtarthatod, azok nem vesznek el. Tehát én most a játék indítása után igen sok képességgel fogok már rendelkezni, ami nyilván előnyt ad, de ennek a játékmódnak ez a lényege. Egész egyszerűen azért, mert ha már 5 éve én beletoltam 40 órát, nem akarom azt elveszíteni, illetve ha már van egy ilyen játékmód is, ezt is meg akarom nézni, hogy milyen. Kíváncsi vagyok erre, hogy milyen a pluszos új játék. Jó, tehát én nem teljesen zéróról indulok, csak hogy lássatok és értsétek. Zó, oké, még egy utolsó dolog miatt nekikezdünk. Hát
A nyelvet nem kell mondanom, azt tudjátok, hogy és mint lesz. Natív 1440p felbontáson vagyok, de a videó majd szokás szerint 4K-ra lesz felskálázat, tehát 4K-ban tudjátok megtekinteni. Valakinek lehetősége van, azt bátorítanám, hogy úgy is tekintse meg, mert úgy a legjobb a képminőség. 120 Hz-et állítottam be a frissítési gyakorisághoz, mert hát a 180-at már nem bírja stabilan. Beltereken még itt-ott bírja 180-at, ugyanis hát ultrán fogjuk tolni, és HD textúrákkal. Úgyhogy úgy voltam vele, akkor inkább keppelem a framerate-t 120-ra, és akkor legyen stabil 120. Az sem lesz stabil, de erről majd később megint mesélni fogok, mert technikai szempontból ez egy nagyon-nagyon-nagyon-nagyon masszív visszalépés a 4-hez képest. Bizonyos szempontból, más szempontból meg előrelépés, de majd mondom, majd ezeket majd mondani fogom, hogy mihol, merre. Akkor kezdjük is el, jó? Így 6 perc bevezető után, csak ezeket fontos volt elmondani, hogy értsétek, hogy mihol, merre. Nem tesztelgettem a story módot, meg az átvezetőket, így csak reménykedem abban, hogy az átvezetők alatt is hibátlanul fog működni a magyar felirat. Meglátjuk. Na minden esetre én akkor el is tűnök, sutty, és akkor kezdjünk is egy új játékot. Igen, itt vannak a nehézségi szintek, azt mondja, könnyű nehézségi szint. Egy kevésbé kívásokat teli módja a hópmegye szépségeinek és veszélyeinek. Itt már van egy elírás, nem baj, megismerésének. Az ellenségek kisebb sérülést okoznak. Szóval miután elkezdted a játékot, hogy könnyű nehézség, nem tudsz kőkemény nehézséget szinte váltani. Normál. Igen, én normálon fogok menni, egész egyszerűen azért, mert többi játékot is normálon toltam. Ugye a negyedik részt is normálon toltuk. Úgyhogy... lehetőleg, ha csak nem akarsz kőkemény lenni. Kőkemény, egy extra nehéz kihívás, és a leginkább beszélt játékosok számára, azok, akik megbirkoznak vele, különleges jutalommal részesülnek. Az ellenséget találta, hogy extra erősek lesznek, sokkal nehezebb lesz őket megvan, és jóval hamarabb felismernek. Figyelmeztetés, miután elkezdted a játékot a kőkemény nehézség szerint, azután nem lesz. Azután nem lesz. Aha. Nem lesz mi? Jó, meglátjuk, hát, amit mondtam, nem biztos, hogy hibátlanul fog működni, most attól, hogy én ott mókoltam a játékfájlokkal, és a 15-20 perces teszt során jónak tűnt a magyar felirat, meglátjuk, jó? Tehát, itt már vannak érdekességek. Meglátjuk. Kezdjük el, aztán, hogyha nagyon nagy gond lesz a magyar felirattal, hát akkor lehet, hogy teljesen német nyelvre fogok váltani. Ezt majd meglátjuk. Jó, talán elfogadható lesz. Amikor egy új játék pluszt indítasz, a felfedett térkép, a küldetések előrehaladása, az ellenálláspontok és a zsoldosok elvesznek. A jelenlegi karaktered előrehaladása a fegyverekhez, a feloldásokhoz, a készségekhez és a kihívásokhoz megmaradnak. Néhány megszerzetlen teljesítmény visszaáll az alaphelyzetbe. A Far Cry Arcade előrehaladásodra nem lesz hatással. Igen. Nem hagyjuk többé, hogy a kapzsi se... Nem tudtam elolvasni. Montana. Big Sky Country. Der Treasure State. Die Menschen haben viele Namen dafür. Für mich ist es mein Zuhause. Ich habe mein ganzes Leben hier verbracht. Es ist immer noch unglaublich schön. Vielleicht haben wir deswegen nicht gesehen, wie hässlich diese Leute waren. Guten Tag, Bruder. Du verstehst es nicht. Wir alle hielten diese Gruppe für lächerlich. Sie waren anders. Religiös. Militant. Es war eine gottverdammte Sekte.
Der Kollaps steht bevor, meine Kinder. Zuerst kauften sie alle Farmen weit und breit, dann den Radiosender. Und schon bald gehörten ihnen sogar die verdammten Cops. Eine Art souveräner Religionsstaat. Und zwar gleich hier, vor unserer Nase. Niemand wird uns helfen. Die Regierung kümmert sich einen Scheiß. Wir sind Gott allein. Gott verlangt, dass wir die verlorenen Seelen retten, ob sie Rettung wollen oder nicht. Die Menschen wollen nicht glauben, dass solche Gruppen existieren. Die Leute haben Angst, Mann. Und einige wollen uns schaden. Einige wollen alles zerstören, was wir uns hier aufgebaut haben. Und einige werden uns verraten. Wir wissen nicht, zu was er fähig ist. Wer? Ihr Anführer. Joseph Seed. Sie nennen ihn den Vater. Und die in der Außenwelt sind blind. Sie haben keinen Glauben. Sie haben kein Vertrauen. Bitte nein, 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 nein! Ich zwinge sie zu sehen. Ja, in der Kirche sein. Bleibt an mir dran. Augen auf. Diese Leute kriegen leicht mal einen Schreck. Rookie, zu mir. Locker bleiben. Was meinen die denn hier? Ganz ruhig. Bleibt alle ganz ruhig. Das macht einfach euer Ding. Das hier geht euch nichts an. Sheriff, mir gefällt das nicht. Alles in Ordnung, Hudson. Alles ist in Ordnung.
Und gütiger, ihr tragt alle Dienstmarken, oder? Ja, hier draußen haben sie nicht viel Respekt vor Dienstmarken. Meine Waffe werden sie respektieren. Man kann nicht jedes Problem mit einer Kugel lösen, Marshall. Deine Seele fühlt sich jetzt besser. Was ist das? Wir wollen sowas hier nicht sehen. Was ist das hier? Zur Ruhe lassen. Ganz ruhig. Mein Vater macht schon was. Oh, Marsha, wir machen das hier auf meine Weise. Ruhig und besonnen. Verstanden? Na schön. Hudson an die Tür, deck uns den Rücken. Lass keinen dieser Leute hier rein. Rookie, folge mir. Und du? Mach einfach keine Dummheiten. Ganz ruhig, Sheriff. Du wirst deinen Namen bald in der Zeitung lesen. Schon werden. Etwas kommt auf uns zu. Ihr spürt es, oder? Dass wir auf den Abgrund zusteuern. Und dass der Tag der Abrechnung kommt. Deshalb haben wir das Projekt begonnen. Weil wir wissen, was als nächstes geschieht. Sie werden kommen. Sie wollen uns alles abnehmen. Unsere Waffen. Unsere Freiheit. Unseren Glauben. Aber wir lassen sie nicht. Sheriff, einen Augenblick, Marsha. Weder wird uns ihre Gier, noch ihre Unmoral, noch ihre Verdorbenheit je wieder Schmerz zufügen. Sheriff, es wird keine Schmerzen mehr geben. Nur einen Scheiß drauf. Joseph Seed. Ich habe hier einen Haftbefehl gegen Sie. Wegen des Verdachts auf Entführung mit dem Vorsatz der Körperverletzung. Nun, treten Sie vor und lassen die Hände da, wo ich Sie sehen kann. Nein! Da sind Sie ja. Die Schlangen in unserem Garten. Und Sie holen mich. Sie kommen, um mich euch wegzunehmen. Sie kommen, um zu zerstören, was wir aufgebaut haben. Einen Moment! Wir haben die Hand von der Waffe! Abwarten und ruhig bleiben! Ganz ruhig! Jetzt beruhigen wir uns! Wir wussten, dieser Tag kommt. Wir sind darauf vorbereitet. Geht. Los. Gott wird das nicht zulassen. Ich sah, dass das Lamm das erste der sieben Siegel auftat, und ich hörte eines der vier Wesen sagen, wie mit einer Donnerstimme, komm und sieh! Treten Sie vor! Und ich sah. Und siehe. Ein fahles Pferd. Und die Hölle zog mit ihm einher. Rookie. Leg den Mistkerl Handschellen an. Gott wird das nicht zulassen. Igen, itt most döntésben vagyunk. Itt lehet dönteni, hogyha túl sokat várok, akkor jön az alternatív befejezés, de az minket most nem érdekel, úgyhogy menjünk az Entert, mert tovább akarunk haladni a sztoriban. Itt is van egy titkos befejezés, hogyha várunk, akkor... Jön a titkos befejezés, de én most tovább megyek, jó? Enter! Manchmal ist es das Beste, es gut sein zu lassen. Ubisoft bemutatja! Gehen wir! Marshall, geh vor, wir bleiben rechts. Okay. Wir lassen das nicht zu! Bleib auf dem Pfad, Rookie! Zurück! Alle Mann zurückbleiben!
schon. Ich befehle euch, zurückzutreten. Hey, runter damit. Da! Waffe ziehen! Waffe raus! Ab in den Heli! Far Cry 5. Alles in Ordnung. Niemand muss angerufen werden. Ja, Vater. Du seist gepriesen. Niemand kommt, um euch zu retten. Der Herr hat dich mit seiner Liebe beschützt. Alles entfaltet sich gemäß Gottes großem Plan. Ich bin immer noch hier bei euch. Das erste Siegel wurde gebrochen. Der Kollaps hat begonnen. Und wir nehmen uns, was wir brauchen. Und wir bewahren, was wir haben. Und wir töten alle, die sich uns in den Weg stellen. Und die Boten des Untergangs werden die Wahrheit erkennen. Lass die Ernte beginnen! Wir müssen so raus. Scheiße. Sofort raus hier! Oi. Utas. Igen, az eleje kicsit haj az a harmadik részre, ott is menekülni kellett az elején. Mi? Jobb, mint a semmi. Az észlelésmérő elkezd feltöltődni, amint kiszúr egy ellenség. Ha feltöltődött és villog, akkor lebuktál. Ha észrevétlenül elég közel kerültél egy ellenséghez, nyom F-et, hogy csendben kivégezhest. Okay. Guggolj le! Az első!
Ich habe ihn gefunden. Hopp! Also, Herr Guss. Na! Ejha! Ha! Tiszta Dying Light, ott is voltak ilyen nagy cső fegyverek. Itt... itt nincs semmi érdekes, ahogy látom. Jó, akkor vissza, még körbenézek itt a házikóban. Ilyet a letartóztatás az, ahogy várható volt, az sajnos nem működött. Hát miért zuhant le a helikopáter? Ez tök egyszerű, ahogy lehetett látni, az egyik Peggy, az egyik megszállott, József egyik megszállott emberkéje, hát ugye fölmászott a helikopáter tetejére és bedarálta a propeller. Erre ugye? Gondolom. Hallo? Ja? Hallo? Yes, sir. Hallo? Ich hab sie verloren. Ich sehe einen Wohnwagen in der Nähe. Es liegt bei der langen Brücke. Ich versuche mal da reinzulaufen. Falls da draußen noch jemand ist. Falls noch jemand lebt. Igen, a Marshall ugye ő is el tudott menekülni, úgyhogy... Verdammt dunkel hier. Hast du was gesagt? Lehet cipelni a holttesteket egyébként, tehát... Ha valaki nagyon-nagyon... lopakodni akar, akkor el lehet takarítani holttesteket. Én ezzel szerintem nem fogok foglalkozni, nem vagyok az a nagyon-nagyon lopakodós típus. Bár mondjuk a Ghost Recon Breakpoint nagy részét úgy vittem végig, az igaz? Most az elején még sok átvezető van, úgyhogy nem kapcsolom be még egyelőre az arckamerát, majd később. Amikor úgy túl vagyunk nagyjából az intrókon. Rookie, tut mir leid. Ich dachte, dich hätt's erwischt. Komm schon! Komm schon! Komm schon! Sicher den Raum, Rookie! Oh Herr Gott! Ich hatte ja keine Ahnung! Fuck! Wir sperren die ganze Familie weg! Jeden einzelnen! Verdammte Psychopathen! Wir werden hier rauskommen, Rookie. Aber zuerst bewaffnen wir uns. Hier. Alles klar. Wir machen das jetzt so. Die Straße da draußen. Wir nehmen die und wir fahren nach Nordosten. Es sind wohl nur ein paar Stunden zurück nach Missoula. Und dann kommen wir zurück hierher mit der gottverdammten Nationalgarde und wir erledigen den Rest von... Rock and roll! Waha!
Ciao! Ciao! Kellő szar! Steig ein, Rookie! Fixity! Jövök! Indulás! Ich wäre ich tot. Wir müssen zurück. Wir müssen schlau sein. Wir wissen nicht, wem wir trauen können. Diese verdammte Nancy. Oh nein. Oh nein. Wir haben die Straßen blockiert. Festhalten! Und tschüss! Noch mehr hinter uns! Damit fangen wir mal was an! Nee! Frack ist eine Kiste Dynamit. Benutze es! Schnell! Schalt sie aus! Was boy? Scheiße. Guter Schuss. Au. Alles, was ich euch sagte, ist nun wahr geworden. Die Beamten, die mich euch wegnehmen wollten, sind in der liebenden Obhut meiner Familie. Nur eine nicht. Weißt du, was das bedeutet?
Das heißt, alle Straßen sind geschlossen. Die Telefonleitungen wurden gekappt. Das heißt, das Valley ist komplett von der Außenwelt abgeschnitten. Vor allem heißt es, wir haben verkackt. Dieser verdammte Kollaps. Die glauben wirklich, dass die Welt untergeht. Darauf haben sie gewartet. Seit Jahren. Darauf, dass jemand herkommt, ihre Prophezeiung erfüllt und ihren gottverdammten heiligen Krieg anfängt. Genau das hast du getan. Das Klügste für mich wäre wohl, mich einfach an sie auszuliefern. Scheiße. Raus aus der Uniform, die verbrennen wir. Es sind frische Klamotten da. Los, zieh dich um. Und dann komm zu mir. Mal sehen, ob wir das wieder gerade biegen können. Alter, satt. Okay. Was? Oh Gott. Oh Gott. Sepp. Was? Hä? Was? Mierd. Hát eddig lehetett komolyan venni a játékot. Oh my god. Na, én itt válogatok a ruhák között, ezt nektek nem kell megvárni, akkor mindjárt, amikor készüljük a karakterrel, akkor becsatlakoztak. Pillanat. Azért gyors egy dolgot megmutatnék, azért ez így vicces lenne, nem? Na jó. Így. Rainbow Six Siege. Azt a mindenit. Legyen ez! Jesszusom! Ez Ghost Recon-os sapka szerintem. Törvény kívüli neve, de ott a jele, ugye? Kamionos sapka. Hát itt vannak érdekességek. Ez jó. Szerintem ezen nem változtatunk. Oké, akkor megvagyunk, ugye? V-
valamiért úgy emlékeztem, akkor ez szerint rossz volt az emlékem. Úgy emlékeztem, hogy női karaktert is lehet választani, de akkor azok szerint az csak a hatodik részben. Hát azzal kevertem. Zo! Első segélycsomag. Na. Hópmegyei krónikák levél. Ha nem haragszatok, ezeket nem fogom elolvasni, jó? Akit érdekel, azt szüneteltesse. Nem akarom ezzel... nagyon megszakítani a gameplayt. De akit érdekelnek ezek a háttér infók, mindenféle naplók, meg ilyen levelezgetések, azt szüneteltesse. Ezek némilyen, hát ilyen, angolul úgy mondják, hogy flavor text. Némi pluszt adnak hozzá a háttérsztorihoz, mondhatni. De nem akarom ezzel húzni az időt. Level Dutch-nak. Bár mondjuk ezt az egyet lehet. 16. január 20. Apa, nem fogunk többet meglátogatni. Legutóbb betelt a pohár. Megmondtuk, hogy nem akarjuk, hogy Ricky elsüssön egy fegyver, de te egyszerűen nem hallod meg. Megölhette volna magát. A fiam nem fog azzal gondolattal felnőni, hogy hamarosan eljön a világ vége. 5 éves és rémálmai vannak egy atomháború miatt. Mi a fene van veled? Azt hittem, ezt már megbeszéltük, de nem változol. En elfogadott egy állást egy texasi egyetemen. Én is könnyen találok ott munkát. Nem árulom el az új címünket. Sajnálom, apa. Remélem, hogy egy napon megkapod a szükséges segítséget, Robbie. Ő IL-vel és 2B-vel írja a nevét. Na! Halló? Fertmetallner! Halló? Sollen wir loslegen? Oh, remélem, ez jogvédelzene lesz. Ich habe mich da eben nicht richtig vorgestellt. Die meisten Leute nennen mich Dutch. Ich versuche mir zusammenzureimen, was da oben vor sich geht. Nichts Gutes. Nach allem, was ich weiß, leben deine Partner noch. Anscheinend wurden sie aufgeteilt. Jeder ist bei einem anderen Mitglied von Josephs Familie. Du willst sie zurück. Verstehe ich. Von mir wurden auch Freunde entführt. Das Problem ist, es kommt keine Hilfe. Keiner weiß, was hier los ist. Und das wird sich erst ändern, wenn es zu spät ist. Es muss da draußen Leute geben, die sich gegen die Sekte wehren wollen. Wir müssen ihnen einfach nur zeigen, wie. Wir müssen einen Widerstand organisieren. Als allererstes müssen wir deshalb die Kontrolle über diese Insel erlangen. Sobald wir etwas Spielraum haben, überlegen wir unseren nächsten Schritt. In dem Safe da drüben sind eine Waffe und eine Karte. Nimm sie dir. Ich funk dich an, sobald du dich orientiert hast. So. Csak hogy a YouTube ne reklamáljon. Igen, itt lehet a Seed család tagjairól elolvasni a lényeget. Ugye ő a főköcsög, ugye őt akartok letartóztatni, a József. József Seed, az atya, a Project at Eden's Gate, ugye ők a Pegik, vezetője, hisz a nagy összeomlás eljövetelében és a modernkor Noéjának képzeli magát. Azt hiszi, Isten beszél hozzá. Azt mondta neki,
Mentsen meg annyi lelket, amennyit csak tud. Most elindította az aratást, a követői készek meghalni érte. Ezt láttuk az átvezetőben, amikor a helikopter bedarálta az egyiküket. Három erős bunkert építetett, hogy meg tudják védeni magukat, ha a jövendőlése beteljesedik. Ez a fickó teljesen elmerodjant. Jákob Seed, a katona. A Seed testvérek legidősebb tagja, a milícia kiképzéséért felelős a Whitetail hegységben. Az egyetlen, amiben hisz, az a gyengék feláldozása. Úgy tűnik pszichológiai kísérleteket végez éjszakon, ugyanis odafent mindenféle rémálom történetek keringenek emberekről, akik csak úgy, bármiféle ok nélkül egymásnak esnek. Ő a felelős ezeknek a szörnyfarkasoknak a létrehozásáért is, akiket a szekta bíráknak hív. John Seed, a baptista. A Seed testvérek legfiatalabb tagja, és talán ő a legszadistább is. A szektatagok toborzásáért felelős. Megjelölés, megtisztítás, meggyónás, megbűnhődés. Ez az a négy lépés, ami mindenkinek át kell esnie, hogy az Eden's Gate tagja lehessen, amennyiben túléli. John mindenkinek azt mondja, hogy fogadják el az igen erejét, ezzel elérve, hogy a követői minden szart megtegyenek, amit csak kér tőlük. Egy igazi pszichopata. Faith, a szirén. Nem tudom, milyen rokoni kapcsolatban vannak, úgy tűnik egy nap csak egyszerűen felbukkant. Érzelgős történetekkel ámít el, de Faith egy hazug és manipulátor. Ha esélye adódik rá, megmérgezi az elmédet ragyogással. Mindenki, aki a Hembein folyó mentén sétál, vagy holtan végzi, vagy az angyallá változás ösvényére lép. Majd a szekta kemény fizikai munkáját végzi el. Igen, hát ugye ők lesznek a fő célpontok, ők a négy boss a játékban, ők lesznek a legkeményebb ellenfelek. Na! Leltár és világtérkép feloldva. Mostantól hozzáférhetsz a korábbi játékod fegyvereihez és a leltáradhoz. A boltokban testre szabhatod a felszerelésedet. Na, ennek viszont nagyon-nagyon örülök, ugye említettem, amikor kezdtük, hogy abban nem vagyok biztos, hogy a fegyvereket is megtarthatom, és igen, ezek szerint igen, hát ez masszívan meg fogja könnyíteni a dolgomat, főleg a játék elején, úgyhogy már az elején lehet, hogy kicsit gyorsabban fogunk tudni haladni. Tehát ez azt jelenti, hú, de rég láttam én ezt a menüt, atya úristen. Aha. Ujj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 
játékban konkrétan, pont úgy, mint a negyedik részben. Ach, tu heilige Maria. Jó, oké. Okay. Igen, ez a Mars DLC. Fegyverek. Lost on Mars, igen, elveszve a Marson. Ez a DLC fegyverek. Ez pedig a zombis DLC. A DLC fegyvert most nem fogok használni, jó? Sötétség órái, ez a vietnámi DLC, ezek mind DLC fegyók. Úgyhogy én most ezt kérem egyszer. Hangtompító. Igazából ez tök mindegy, ugye? Csak a kinézet változik, akkor jó lesz az. Oké. Hogy mi? Igen. De hogy kell ezt kiválasztanom, hogy ezt akarom használni? Na kell egy gépfegyver is. Prestige. Lehet, hogy az alkát fogom vinni. Csak totál elfelejtettem, hogy hogy kell berakni a... hát az aktuális felszerelésbe ezeket. Egyáltalán nem emlékszem rá. Azt a leborul... Hogy mi? Hát jó,
Jó napot kívánok! Hello? Aha, mhm. Jó. Oké. Okay. Szóval... Jó, volt M60-asom is. Oké. Okay. A horgászással nem... Szerintem megvan, melyik fegyvert viszem magammal. Oké! Oké. Ez... Ja, jobb egeret kell nyom... Ja, jó! Jó! Ott már benn van az SA-50. Nagyon jó. Vigyek Sotit. Vigyünk-e Sotit? Minek? Vihetünk egyet? Igen, itt át lehetne festeni, stb. Ez jó lesz. Na! ...560 pénz. Nem tudom, a lőszer... Már van majd... Van 52.500 pénzünk. Fuck it. A zsákmány eladás. Végül is ezek már nem fognak kelleni, szerintem. Van 54.000 pénzünk. Es schwimmelt von Peggys. Diese Wichser sind bereit für ihren Psychopathen von einem Anführer zu sterben. Ja. Jó van, egyelőre az első benyomásom a New Game Plus-ról igen csak pozitív. Egyelőre nagyon-nagyon tetszik. A játék leges legelején mehetek MG42-vel. Hát... Nem. Cool. Most a híres jelenet. Akkor kimegyünk a szabadba. Szabad is fel, de... Nützliches bemerke. Fürs Erste solltest du sämtliche Kultisten in Richtung Süden erledigen und den Bedürftigen helfen, okay? That's out. Semmisíts meg a szentélyeket, hogy ellenálláspontokat szerez. Így van, így van. És itt a nagy térkép. Hát igen, most minden le van. Aha, igen, ezt rezetelte valóban. No problémo. Ezt itt feloldjuk. Hát most, ahogy mondtam, én itt most kicsit a New Game Plus miatt könnyebben fogok itt boldogulni. Halló! Halló! Megtelt. Oké. Okay. Szerintem semmilyen fegyvert nem fogok felvenni, kizárólag csak lőszart. Vó! Megtelt. Na, zóvasz. És ha újra töltöm, ez ebben nem lőszer van, ugye? 5 év alatt azért... Aha, nem. Jó, 5 év alatt azért tudok felejteni. Oké... Bunker... Szabadítsuk fel a szigetet. Hát akkor menjünk itt, induljunk el ott délre.
Aha! Az kell ott nekünk. És ez a sorozat még annyiban más lesz, mint mondjuk a... mint amit tőlem megszokattatok, és főleg más lesz a Far Cry 4-től, mert nyilván az itt is majd próbálom pucolni a térképet, de itt nem fogok rámenni a mellékküldetésekre, meg a mellékaktivitásokra, itt leginkább a fősztorit fogjuk megnézni. És lehet egyeseknek úgy tűnhet, hogy gyorsan le akarom darálni. Részben igaz, mert a ötödik rész nem épp a kedvencem. Ich bin hier am Waldrand, da, wo du das Feuer gesehen haben willst. Ich weiß nicht, warum dieser Angeber so dicht über den Baumwipfeln fliegen musste. Aber jetzt fliegt hier sowieso gerade keiner. Diese Rauchwolke ist ziemlich dicht. Aber ich muss mir das mal näher anschauen. Was ich nicht verstehe, was treiben diese ganzen Peggys hier draußen? Es gibt einen ganzen Haufen von ihnen im Wald. Die rufen, als ob sie jemanden suchen würden. Ich weiß nicht, ob sie damit was zu tun haben. Hier kommen sie ziemlich abgeranzt vor und... Heilige Scheiße! Hier ist gerade ein Pickup vorbeigerast. Hinten drauf saßen ganz viele Peggys mit Schrotflinten. Ich werde mal... Ach so Scheiße! Azért volt sokkal gyorsabb a magyar fejérat, mert ugye a magyar fejérat az angol szinkronhoz készült, és a német egy picit tovább tart. Jaj, fordít, itt is fel van cserélve az Y és az E. Jó. Horgászattal egyáltalán nem fog foglalkozni, szerintem ez teljesen fölösleges is. Hát... totál fölösleges feature. Meg... ja. Szerintem nagyon túl lett bonyolítva az a mini játék, mert a horgászat nekem egyáltalán nem tetszik ebben a játékban. Na én most hol megyek le? Úgyhogy ne törjem ki a nyakam. Jó. Au. Bitte, du... Ich dachte, ich bin hinüber. Danke. Diese bekloppten Fanatiker sind außer Kontrolle. Ich glaube, es gibt ein Prepper-Lager in der Nähe vom Bootshaus, falls du dich schützen willst. Die haben da sicher gute Ausrüstung gehortet. Ah, ein Prepper-Lager. Ich habe gerade gesehen, wie die Sekte unten an den Docks einen Typen einkassiert hat. Wenn du ihm hilfst, wird er dir vielleicht später mit der Waffe zur Seite stehen. Zsoldos főküldetés. Tényleg, azok a rejtekhelyek, na azokra emlékszem, azok tetszettek. Azoknak az volt a lényege, sok értékes dolog van elrejtve azokban a rejtekhelyekben, és így gyakorlatilag meg kell találni a bejáratot. Mindegyiknél ilyen nagyon egyszerű puzzle feladványok mondhatni. Elolvas. Szia Mike, megpróbáltam bejutni a föld alatti rejtekhelyre, de volt egy nagy csőtörés, és mindent elárasztott. Nem tudom, minek vehetjük még hasznát. Áram kell, hogy kiszivattyúzhassuk a vizet. Tudom, hogy a kapcsoló a csónakházban van, de be van zárva, és nem hagytad itt nekem a kulcsa, szóval ezt rád bízom. Gerrit. Ezért szerettem ezeket, mert ilyen feljegyzések alapján kellett rájönni a megoldásra, hogy hogyan lehet ide bejutni. A csónakházban, tehát... da hineinschaffst, wartet in der Regel ein ganzer Haufen nützlicher Kram, den jemand sicher verstaut hat. Schau ruhig mal nach. Igen, igen, igen. Ciao.
Mist! 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 Nem bír magával a jány, oda néz a... Na. Megőrült. Gyors, kiszabadítjuk, és utána megnézzük a rejtek helyet. Bár gyakorlatban nincs rá szükség a sok holmira, ami ott van benn, csak be akarom azokat csinálni meg. Nein! Za. Fogad fel az ellenállástagot. Vesz? Kämpfe an deiner Seite. Was? Jaj, tényleg a társak! Na, az mondjuk, az nem volt was. Jetzt, wo du in Begleitung bist, solltet ihr zwei euch mal auf den Weg zur Waldforschungsstation machen. Da wimmelt es von Kultisten. Das ist so eine Art Depot für ihr verdammtes Bliss. Schaltet sie aus und zeigt ihnen, dass wir uns nicht mehr rumschubsen lassen. Ja, ja, ja. Zárfeltörés. Én azért tudom ezeket a zárakat feltörni, mert megvan a képességem már hozzá. Így, most kiszivattyúzzuk a vizet. Egyébként tök egyszerű, itt kellett volna bejönni. Aki teljesen nulláról kezdi a játékot, az itt tud beúszni, itt kimászol a vízből, felszeded a kulcsot és kinyitod az ajtót. Mert... hol is vagyok? Hol tudom megnézni a képességeket? Én már tele nem tudom, elfelejtettem. Hát, nem, akkor egyelőre nem mutatom meg, majd ha... Jó, akkor egyelőre nem. És most... Csak! Így van. Kiszivattyúztuk a nagy francokat szivattyúztuk ki. Állj egy picit! Így. Aha! Na most szivattyúztuk ki a vizet. Így van. Ez az. Csak hogy lássatok egy ilyet, egy ilyen prepper festeket, ilyen menedékhelyet. Elsüllyedt kincsek teljesítve. Metel a pénzt és más egyebeket. Aha, aha. Igen, itt sok-sok... Wenn du Eindruck hinterlassen möchtest, stell Sprengstoff her. Zum Glück haben die Leute alle Materialien gehortet, die man dafür braucht. Schnapp sie dir und fang an zu basteln. Itt vagy. Nagyon jó. Később majd lesztek olyan társak, akik... Akik sokkal hasznosabbak, mint ez a csávó lesz most. Emlékszem Boomerre. De viszonylag azt hiszem, nagyjából a játék elején lesz majd. Nem is olyan nagyon soká szerintem. Úgy rémlik. Biztosítsd a területet. Nyomgét, hogy a zsoldosodat a megjelölt helyre küld. Nyomgét, hogy zsoldos megtámadja megjelölt ellenséget. Ami nem szúrtak ki, a zsoldos megpróbál észrevétlen maradni. Ja.
Na, mondod? Ich habe mehr vom Glauben gelernt als jemals in der Schule. Ich überrasche sie. Na nézzük, hogy tényleg tud ezt eltezni a haver. És tud, ha beszarok. Ez nekem azért új, mert ezt a játékelemet, mármint hogy... De használtam, csak nem emberekkel. Vagy később... Jaj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 
Ja, da ist eine Leiche, das siehst du richtig. Ich werde sie überraschen. Einer von uns. Wir wissen, dass sie da sind. Schnapp sie! Eben war er da. Ach, komm schon. Fate wird dir schon helfen. Robert, mit Chinas, ne, oder gut, ja, ma. Deine Zeit ist um, Cowboy. Ach, leck mich. Ich weiß, wie das hier enden wird. Die Forschungsstation ist geräumt, sehr gut. Ihr habt ihnen den Arsch versohlt und die Peggys kommen sicher nicht so schnell zurück. Und wenn du schon mal da bist, sieh dich um, ob es noch Überlebende gibt. Irgendwann. Echt? Want to lele. Vielen Dank. Die Sekte treibt dich schon seit Wochen auf der Insel herum. Sieht so aus, als wollten sie eine Operationsbasis in dieser alten Ranger-Station einrichten. Vadőr állomás. Szekta előörs. Igen, ezeket meg kell csinálni ahhoz, hogy megkapjuk a... Hát, hogy előre haladjunk a sztoriban. Jó, a pénzt elfogadjuk. Ez mindig. Az aratás megkezdődött. Az atya azt parancsolta, hogy építsük fel ezeket a szentélyeket. Az egész régióban terjesszék a szavát. Amint felépültek, a bűnösök megpróbálják majd lerombolni őket. Ezért minden áron meg kell őket védenünk. Azért emeljük ezeket, hogy az atya bölcsessége gyökeret verhessen és terjeszkedhessen az Eden's Gate-ért. Megnézés a térképen. Igen, ezeket is ki kéne pucolni, igazából. Legyen, kipucoljuk. Nem tart sem eddig. Főleg ilyen fegyverekkel. Na. Ja, igen, hogy ez micsoda, ez a ragyogás, ami korábban a ragyogás, ez a zöld frutyi, ez ilyen, hogy is, halucinogén dolog. Hát, hogy így meghűlnek tőle az emberek, hogyha belemennek ebbe a zöld füst trutyi izébe. Ezekben a zöld hordókban van. És azt hiszem Fate régiójában gyártják, ha jól emlékszem. Egyébként mennyi... Hogy van ez, vajon? Harcosok. Tehát... Három harcos vihetek magammal. Te nem akarsz jönni? Te nem... Ja, te nem olyan emberke vagy. Jó. Diese Waffe habe ich in dem toten Peggy abgenommen. Igen. Ügyes vagy. Már innen lehet látni azt a fehér szentélyt. Hát az egyik dolog, említettem a videó elején, hogy technikai szempontból visszalépés. Ha jól emlékszem, az Arcade videóban demonstráltam is néhányat ezek közül. Hát az egyik, aki esetleg nem látta azt a videót, azoknak mutatom, hogy amíg a másik és negyedik részben volt, itt már nincs interakció a környezettel, egész pontosan a növényzeten már nincs semmilyen interakció. Most láthattátok is egyébként, tehát a növények nem reagálnak a játékosra.
úgy szoktam hívni a szellemeffektus, mert olyan, mintha a játékos a szellem lenne. Valójában nem is létezik, mert a növények nem reagálnak rá. Még egyszer mondom, ez a 2008-as, 10 évvel ezelőtti, már a Far Cry megjelenéséhez képest 10 évvel azelőtti Far Cry 2 ezt már tudta egész jól és részletesen. 10 évvel később ez már nincs. Ilyen a fejlődés, ugye? Amint látjátok. Egy másik dolog, amíg a második és negyedik rész tudott dinamikus napszakváltást, konkrétan jó, itt is van, de hogy a napszakváltást a játékos is irányíthatta. Ugye másik és negyedik részben lefekszel aludni, és az órán beállítod, hogy mikor akarsz felkelni. Te mint játékos megszabhatod pontosan a napszakot. Az ötödik részben ilyen nincs. Ezt kidobták a kukába. A másik a wind effect, tehát a szél. Második és negyedik részben volt szél, tehát rendesen mozogtak a fák, meg minden növényzet szépen mozgott a szélben, wind effect, szél effect. Ötödik részben ez nincs. Minden full statikus. Jó, egy picit mozognak, igen. Lehet látni, egy picit azért mozognak. De ha összevetjük a másik és negyedik résszel, ez lófasz. Az ötödik részben pedig, hát van némi gold raise, hát ez amit itt láttok. Ennyi a gold raise effekt. Ugye volumetrikus köd. Tehát az ötödik rész gold raise szempontból ennyit tud. Ha összehasonlítjuk a második és negyedik résszel, túlzás nélkül mondhatjuk, hogy ez lófasz. Ez is egy masszív visszalépés, ugyan oké, egy volumetrikus köd, az lehet látni, hogy maga a köd, mint effekt, az sokkal-sokkal látványosabb, a szebb, csak a gold rays az úgy egy elég masszív visszalépés. Mondom, hogyha a másik és negyedik résszel összehasonlítjuk, akkor az úgy... Úgyhogy vannak itt butitások. Egy további probléma, visszalépés az a frame time, ugyanis másik és negyedik rész... Jajajajajaj, ne aggódjál! Mist! Da war ein Peggy! So. Az ötödik rész úgy működik, a másik és negyedik rész ellentétben. Itt nem tudom, hogy mit csinált az Ubi és az AMD, mert hogy AMD szponzorált volt ennek a résznek a PC verziója. Nem tudom, hogy ketten milyen lószart csináltak, de valamiért úgy belenyúltak a Dunia motorba, hogy a sokkal-sokkal, de sokkal szarabbul működik, mint a korábbi epizódokban. Ugyanis ha képen megjelenik valamilyen HUD felirat, vagy történik egy mentés, akkor akkorát belaggol a játék, egy olyan frame time spike keletkezik, vannak ilyen véletlenszerűen az játékos így futkározik a játékvilágban, és véletlenszerűen jön egy hatalmas frame time spike, egy nagy akadás, csak úgy. Másik és negyedik részben ilyen nem volt. Csak mondom. Nem értem, hogy... Ez hogy a túróban sikerült így. Itt mondjuk, itt van egy picike gold rész, de... Látod, itt egy picit lehet látni. Itt egy picit lehet látni, igen. De számomra a másik és negyedik rész gold rész effektje még 100 000 milliárdszor szebb. Azok sokkal jobbak voltak. Ez eléggé visszafogott, ami itt van. Nem értem, hogy legalább opcionális beállítási lehetőségként, opcionálisan miért nem hagyták benne az, ami a negyedik részben volt, mert az azért elég látványos volt.
Jó, oké, akkor menjünk a fősztori irányába. Itt most nem fogok annyit tökörészni, mint a negyedik részben. Majd a haladás próbálom előtérbe helyezni. MG42-vel szerintem ez menni is fog. Silver Lake Conservation Area, Ranger Station. Scheiße, noch ein Jungspund. Ich bin echt beeindruckt. Das hier steckt echt mehr, als ich erwartet hatte. Du könntest die Sache mit dem Widerstand tatsächlich durchziehen. Als nächstes solltest du dich ums Funksignal kümmern. Mein Funkgerät spinnt. Ich kann keinen jenseits der Insel erreichen. Der Funkturm am Südstrand muss was abbekommen haben. Könntest du dich darum kümmern? Persze. Rádiótorony. Igen, amint ezek a... Mondom, hát feliratok megjelennék, van egy akkora gigantikus frame time spike, hogy az valami borzalmas. Természetesen próbáltam többféle trükköt is ennek orvoslására, mindent, amit írtak internetes fórumokban, de nyilván semmi nem tudta ezt helyre rakni. Egyszerűen itt a Dunia motorba úgy belenyúltak, valamit ott annyira elkúrtak, hogy sokkal-sokkal szarabbul is fut, mint a korábbi részek. Mármint frame time szempontból. Az átlagsebesség ugyan nagyon jó és nagyon magas, az oké, okay, de hiába, ha a frame time sokkal szarabb. Mert random spike-okkal van tele a játék. Úgyhogy a folyamatosság érzés, az meg sem közelíti a korábbi részekét. És a másik és negyedik részét. Sajnos. Csak hogy a YouTube ne reklamáljon, jó? Hey Lance, ich bin etwas unschlüssig, was ich dir raten soll. Die Seeds haben keinen Anspruch auf das Grundstück. Die Station steht schließlich auf Staatsbesitz. Aber wenn ihre Leute da in der Gegend rumlaufen und, wie hast du das genannt, Messung vornehmen, dann könnte man diese Leute bestimmt wegen Hausfriedensbruchs belangen. Ich weiß, sie sind irgendwie komisch und reden nicht viel. Aber die verschwinden schon, wenn du deutliche Worte findest. Ich meine, wie gefährlich können diese Verrückten schon sein? Ja, azt is bírom, amikor bent vagy egy épületben, meg akarod hallgatni az üzenetrögzítőt, és melletted lévő NPC is elkezd pofázni. Akkor meg egyiket sem érted. Mert én nem a magyar feliratot nézem, hanem ugye a német szinkronra figyelek. Ich wünschte, man könnte das hier friedlich beenden. Jó. Az 30 méter, az elég közel van. Szóval... Nyilván sok-sok játékos mondja azt, vagy sok játékos számára ezek a dolgok, amiket az imént felsoroltam, amelyek számomra visszalépés, meg hiányosság, sok játékos számára ezek lényegtelenek, nekem viszont egyáltalán nem, mert ezek nagyon-nagyon sokat hozzátesznek a játék atmoszférájához, és ezáltal a hangulathoz is. És ez az, ami nekem nagyon-nagyon-nagyon hiányzik az ötödik részből. A hangulat, az nagy része az így elveszett. Pont ezek miatt. Az interakció... Szél, stb. Hát amiket felsoroltam. Nekem ezek fontosak. Meg alapból nagyon, én nagyon nem szeretem, amikor a sorozat visszafele fejlődik valamilyen szempontból. És ez bizony... Sajnos az... Á, igen! Jaj, tényleg, itt ilyenek a tornyok. A másik dolog, ami... Ahol én szembe megyek sok játékos véleményével, nagyon sok játékos nem szereti a tornyokat a Far Cry-okban. Én szeretem. Én szeretek tornyokat mászni Far Cry-okban továbbra is.
Aha, itt tudunk felmenni. Ezek is mondhatni egyfajta mini puzzle feladványok, hogy találd meg az utat felfelé. Például a... Most ezt azért rakták be, most volt egy utalás, nem kell több tornyot másznod. Mert sok játékos panaszkodott arra, hogy megint tornyokat kell mászni, így meg úgy. És akkor miért fájt nekik? Na mindegy, ez... Ez az. Felszabadítottuk Dutch szigetét. Ich krieg jetzt ein starkes Signal rein. Sieh mal auf deine Karte. Ich erklär dir, was ich so höre. Schauen wir uns mal das große Ganze an. Zoom aus deiner Karte raus, damit wir das gesamte County sehen. Na, most jön az újabb alapozás. Hauptcounty ist in drei Regionen unterteilt. Im Norden sind die Whitetail Mountains. Dort hat Jacob Seed das Sagen. Der älteste Bruder dieser Scheißzippe. Jacob ist der, der die Sekte ausbildet. Und er ist verdammt gut in dem, was er tut. Eli und die Whitetail Miliz haben alles gegen ihn versucht. Aber er wird ihnen schon bald den Gnadenstoß versetzen. Südöstlich von dort ist der Henbane River. Das ist das Revier von Faith. Ihr kleinen Schwester. Ich habe viel darüber gehört, dass die Menschen dort im Bliss den Verstand verlieren. Im Westen findest du das Holland Valley. John Seed ist da gerade erst aufgekreuzt und nimmt sich im Namen der Sekte einfach alles. Nahrung, Vorräte und sogar Menschen. Ich kriege jetzt noch viel mehr Signale aus dem gesamten County rein. Ich werde dich über alles Nützliche informieren. Aha! Aha! És már... Oké, na megkaptuk... Ezeket olvastuk Dutch bunkerében. Már most... Na erre nem is emlékeztem. Már most írja a játék... Hát ezek a képek mutatják azokat a karaktereket, akik a segítőink lehetnek. Itt van Boomer, ott van Peaches, ott a Maci, nevére már nem emlékszem. Az a csaj, ő egy mesterlövész. Őre már nem emlékszem. Na ő vajon ki? Na ismerjük? Burka Gyurka. Burka Gyurka visszatért. Az a szörk. Már ő sem tudom, hogy kicsoda. Igen, ő Boomer. Úgyhogy szerintem... Szóval igen, nem kicsi a játéktér. False End. Ott kezdődött, és ott lesz vége majd a fősztalinak. Isten bárni a templom. Vagy ő a mesterlövész csaj? Valamelyik a kettő közül mesterlövész. Ő azt hiszem pilóta, úgy emlékszem. Igen, mert ott a repülő, mi az, kifutópálya. Ő pilóta. Még pár dologra azért emlékszem. Az a nagy szob... Aha. Peaches, ő egy puma. Az ő arra jó, hogyha lopakodni akarsz. Ő szép csendben le tudja szedni az ellenfeleket. Sokkal-sokkal ügyesebben lopakodik, mint a csávó néhány perccel ezelőtt. Boomer pedig arra jó, hogy... harc közben a megölt ellenfelektől el tudja hozni a fegyverüket.
Nekem ez annyira nem fontos, ugye, mert a saját fegyvereimnél jobbakat úgysem fogunk találni, de... Jó, akkor... Ilyenek a gyorsutazási pontok, azok így néznek ki. Szóval igen, amit mondtam korábban, a gyorsutazási pontról jutott eszembe, hogy itt nincs lehetőség arra, hogy a játékos befolyásolja a játékban a napszakot. Egyféleképpen lehet az időt valamennyire előre pörgetni a gyorsutazással. Nem tudom, mennyit visz előre a játékban, talán 2 órát, ha tippen nem kéne, de ha mondjuk a játékos nem akar éjszaka menni, sehova, nem akar éjszaka játszani, akkor ugye a másik és negyedik részben átaludtad. Ez mennyi volt? Fél perc, ugye? Tehát, hogy azonnal könnyen meg lehetett oldani. Itt viszont nagyon sokat kell gyorsutazni egymás után ahhoz, hogy elmúljon az éjszaka. Ez egy elég ostoba döntés volt szerintem. Na de, akkor itt ezt felszabadítottuk, akkor... szerintem induljunk el a... Boomer megőrült. Akkor menjünk Boomerhez. Der Nebel sollte sich bald lichten. Dann können wir dich von der Insel runterschaffen. Hab Geduld, es dauert nicht mehr lange. Töltőképernyő. Nagyon hosszú most a töltőképernyő. Mi történik? Ach, scheiße. Deputy, ich krieg da grad was Neues aus dem Howland Valley rein. Eine Übertragung von John. Das musst du sehen. Wir sind alle Sünder. Jeder von uns. Du, ich. Sogar der Vater kennt die Sünde. Nur allzu gut. Sie ist ein Gift, das uns den Verstand vernebelt. Was, wenn ich euch sage, ihr könntet frei von Sünde sein? Was, wenn ich euch sage, dass alles, wovon ihr träumt, wahr werden könnte, wenn ich euch sage, dass ihr jedes Leid überwinden könnt, wenn ihr nur eine Idee akzeptiert? Dass die Freiheit von der Sünde erreicht wird durch die Macht von nur einem Wort. Yeah! Ich bin ein Sünder. Ja. Ich möchte befreit werden. Ja. Ich muss bald erlöst werden. Wenn ihr heute zuseht, dann seid ihr auserwählt worden. Ihr werdet geläutert. Ihr werdet bekennen eure Sünden. Und es wird euch eine Buße auferlegen. Keine Sorge. Ihr müsst überhaupt nichts dafür tun. Wir kommen zu euch. Willkommen bei Eden's Gate. John Seed hat deine Partnerin Hudson erwischt. Die steckt mächtig in der Scheiße, Jungspund. Du musst sie da rausholen. Igen, Hudson meg kell menteni. A fekete hajú hölgy. Ich hab dir für den Anfang 3 Orte auf der Karte markiert. Das Sägewerk im Norden, das Hope County Gefängnis im Osten und die Stadt Falls End im Westen. Deine Entscheidung. Aber wenn ich du wäre, würde ich mit Falls End anfangen. Falls End? Hát én Boomerhez akartam menni, hogy őszinte legyek. A Dutch területe, ott a nagy piros kiíkszelve, hogy a Peggy-ket onnan elüldöztük. Tehát a játék False Endet ajánlja. Hát az úgyis útba esik egyébként. Igen, az útba fog esni. Majd oda fogunk menni. Ugyan sok hiányossága van az 5. résznek, ami nekem nem tetszik, de
van egy olyan tulajdonság, ami nekem baromira tetszik, és tényleg egy előrelépés. Azok az átvezetők, az in-engine, real-time render átvezetők, azok 18-ban ezek szenzációsan jól néztek ki, és amikor 19-ben ezt először végigvittem, le voltam döbbenve, vagy elképesztően jók az átvezetők. Szenzációsan jók. Hát az intro szerintem, az intro is baromi jó volt egyébként. Na de! Uiiiiii! Igen! Az ott a gránátvető. Az oldal fegyvere meg gránátvető, pont úgy, mint a negyedik részben. Mert megtehetem. Mi lenne? Wir müssen die Vergangenheit abwaschen. Hör mal, Jungspund. Das Tal wird langsam zum Kriegsgebiet. Die Sekte reißt Nahrung, Waren und Ausrüstung an sich. Alles, was ihnen in die Hände fällt. Sogar Menschen. John Seed jagt sie aus ihren Häusern und zwingt sie, sich der Sekte anzuschließen. Wer sich weigert, tja, dem ergeht es richtig mies. Am schlimmsten sieht's um Falls End aus. Fang am besten dort an. Ja, ja, ja. Az elején nyilván sokat dumál, mert ugye itt a játék elmondja az alapokat, meg hogy mihol merre. Később nem lesz ennyi duma. Ich hab Merle zum Trailerpark fahren sehen, kurz bevor die Sekte angerollt ist. Wie ich ihn kenne, sucht den Kampf. Hoffentlich hilft ihm dabei jemand. Scheiß drauf! Merle Briggs. Megnézés a térképen. Hát akkor először oda megyünk. Nem Boomerhez. De! Majd a következő részben innen fogjuk folytatni, jó? Most pont... Az első rész pont az a alapokra volt jó. Szép lassan így láttuk, végighallgattuk, megnéztük az intrót, az alapokat, hogy mihol, merre, hogy működik, stb. És akkor a következő résztől kezdünk bele az igazi kalandba. Úgyhogy innen folytatjuk. Na, köszönöm a figyelmet, szavaztok!